Hé, hey, te is úgy látod, mintha egy hullám lenne ezen a folyosón, és bármelyik pillanatban leeshetnél? Nos, valójában a hullámzó folyosónak a titka egy nagyon precíz és pontos csempevágás, meg persze egy egyedi mintázatú csempe, melyet végigrakva az amúgy teljesen sík padló, úgy néz ki, mintha éppen hullámzana. Hihetetlen, milyen szinten átver minket a saját szemünk. Azt hiszed, hogy látod a dolgokat, aztán kiderül, hogy mégse. Erről fog szólni a mai videónk. Sziasztok, srácok! Én Viccelek vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb izgalmas videóban, amelyben amúgy megsúgom a nagy titkot. A videó közben valahol egyszer csak elrejtettem egy titkos üzenetet, egyetlen képkockára fog csak megjelenni. Úgyhogy ha végig kitalálóan nézed az egész videót, akkor egyszer csak fel fog majd tűnni az én titkos üzenetem, és hogyha ezt meglátod, akkor írd be nekem kommentben. Na de akkor nézzük is az izgalmasabb, izgalmasabb optikai illúziókat. Az első ilyen egyébként az, hogyha fel vagy rám iratkozva, és most megnyomod a like gombot, akkor hallani fogsz egy hangot és egy érdekes képet. Úgyhogy 3-2-1, nyom meg gyorsan! És elvileg mindenki hallotta. Na jó, oké, tegyük is inkább félre a szórakozásos, viszont akkor nézzük is az igazi optikai illúziókat. És kacok, maradjatok itt a legvégig, mert a végére tettem az én kedvencemet. 20 másodpercig nézd a képernyőnek a középpontját, majd aztán szólni fogok, hogy mi a teendőd. Ne nézzel sehova, csak is a közepére. Oké, véget ért, most a végén úgy érezheted, mintha egy színes képet néznél, azonban ez itt egy fekete-fehér fotó. Most kezdj el gyorsan pislogni, és szépen lassan vissza fog váltani feketére. Ez azért van, mert a szemedben az érzékelőkbe majdhogy nem beleégett ez a kép, annyira erősek és kontrasztosak voltak a színek, hogy megjegyezte ezt a szemed. Hogyha nem hiszel nekem, akkor csak tekerd vissza a videót és nézd meg, hogy tényleg fekete volt, amikor szóltam neked, egyszerűen csak az illúzió miatt színesnek láttad. Egy nagyon érdekes illúziót mutatok most meg neked a saját szobádban. Bizony, jól hallottad, a saját szobádban. Úgyhogy most nézz a képernyőnek a közepét, azt a kis keresztet bámult megállás nélkül, fókuszálj rá, mennyire csak tudsz, majd 20 másodperc múlva szólok neked. Oké, lejárt az idő, most kezdj el körbenézni a szobádban, nézz rá a tenyeredre, nézz rá a falra, a tévére, és írd meg nekem kommentekben, hogy pontosan mit látsz. Valamint, hogyha tetszett, és sikerült egy igazi olyan illúziót csinálnom, ami a saját szobádat alakítja át, akkor csak egy lájkot erre a videóra. Köszi szépen! Ezen a felvételen elsőre azt gondolhatnád, hogy egyszerűen csak körbeforog ez a furcsa kis fehér kör, és semmi extra nem történik. Első ránézésre persze mindenki ezt gondolja, úgyhogy ez nem is túl meglepő. Viszont ha megnézed most ezt, akkor rögtön kiderül az, hogy különböző kis fehér pöttyök teljesen egyenes vonalon mozognak, pontosan ugyanazzal a sebességgel, és ez adja ki azt az illúziót, minthogyha ezek egy egybefüggő kört alkotnának. Most pedig az elejéről játszva, koncentrálj kizárólag az egyik kis pöttyre, és annak kövesd végig az útját, és látni fogod, hogy ténylegesen kizárólag egy irányba mozog, előre-hátra, csak az agyad mutatja úgy, mintha ez az egész körbe forogna. Nézz rá erre a videóra! Azonos tempóban megállás nélkül haladunk egy folyosón. Most viszont, hogy a telefonról nézed, akkor hozd egyre közelebb a szemedhez, aminek a hatására megváltozik majd a videónak a gyorsasága. Hogyha viszont számítógépről vagy laptopról vagy, akkor egyszerűen csak a két kezeddel kezd el letakarni a két szélét a képnek, aminek következtében úgy fogod látni, mintha lelassulna a dolog. Majd, hogyha elveszed, gyors lesz, visszarakod, lassú lesz. Próbáld ki, nagyon érdekes. A magyarázat mögött egyszerűen csak a távolságérzékelő receptorok, ami távolabb van és kisebb látszik belőle, az lassabbnak tűnik, ami pedig közvetlen közel van hozzád és egybe látod, az sokkal gyorsabbnak érzékeled. Mielőtt még tovább haladnánk, itt egy kis kihívás neked. Ha most 5 másodperc alatt meg tudod nyomni a like gombot és a feliratkozást, akkor 25 évnyi szerencse vár rád. Próbáld hát meg gyorsan. Oké, itt egy fura sáv, semmit nem látsz benne. Most kezd el balra-jobbra rángatni a fejedet, és valami ki fog majd rajzolódni. Közben pedig kívülről valahogyan így nézhetsz ki. Mindegy is, kacok, hogyha sikerült, akkor írd meg kommentben, hogy te pontosan mit láttál ebben a képben. Oké, és kacok is, akkor most adok egy feladványt mindenkinek a nézők között. Nézd meg ezt a képet, és számold meg, hogy összesen hány lába van ennek az elefántnak.
Hagytam egy kis időt, remélem mindenkinek sikerült, most tekerd a kommentekhez, és írd meg azt, hogy szerinted hány lába volt az elefántnak. Figyelj, mutatok egy nagyon érdekeset. Itt egy óriás kerék, ami kizárólag egy irányba forog. Viszont most jössz te, hogyha elkezdesz arra koncentrálni, hogy mostantól az óramutató járásával ellentétesen forog, akkor ténylegesen úgy fogod majd látni. Most gondolj arra, hogy normálisan forog, most arra, hogy visszafelé. Hogyha elég erősen gondolsz rá, akkor sikerülni fog. Pedig, hogyha visszatekered a videót, akkor végig egy irányba mozgott ez az egész animáció. Foglalkoztunk már ehhez hasonlóval, ez itt egy perifériás sodródás effektusnak elnevezett dolog, úgy tűnhet, mintha az egész kép mozogna. Jól mondom? A valóság viszont az, hogy ez egy teljesen statikus, kimerevített kép, abszolút semmi sem mozog rajta, attól függetlenül, hogy bárhova nézel, úgy néz ki, mintha körbefodrozódna és elmozognának. Hogyha nem hinnél nekem, akkor állítsd meg a videót, és nézd úgy a képet. Na mit látsz? Ugye, hogy mozog? Pedig ez egyszerűen csak egy kép, nem szabadna neki mozognia. Nézd ennek a hölgynek az orrán található pontot 10 másodpercig, majd amikor szólok, akkor nézz a falra. Oké, lejárt az idő, most akkor nézd rá hozzád legközelebb eső falra, remélhetőleg egy világos színű falra, és most valami egészen lenyűgözőt fogsz majd látni. Ismételten az agyaddal irányíthatsz, akár csak az óriás kerék esetében, hogyha az alagút felé fókuszálsz, akkor olyan, mintha elfelé menne ez a vonat, hogyha viszont a képernyő közelebbi részére, akkor olyan, mintha éppen feléd érkezne. Próbáld ki, nézz előre és hátra, fókuszálj az egyik oldalra, majd a másikra, és ezzel meg tudod változtatni a metrónak a haladási irányát. Nézd a középső fekete pöttyöt, majd kezd el mozgatni a fejedet előre és hátra, és úgy fog tűnni, mintha két kör különböző irányba elkezdene forogni. Azonban természetesen a valóságban itt sem mozgott semmi, ugyancsak meg tudod állítani és meg tudod nézni. Fókuszálj a képernyő közepére, és idővel egyszerűen csak ez a festmény el fog majd tűnni. Mindent fehérnek fogsz látni, annak ellenére, hogy igazából semmit nem változtattam és nem vágtam meg a videót. Nézd középen a keresztet, miközben folyamatosan egy-egy pötty el fog majd tűnni. És hogy mit látsz közben? Olyan, mintha egy zöld pötty jelent volna meg helyette. Azonban valójában a szín sosem változott meg, egyszerűen csak eltűnt, majd újra megjelent. Zöldet sosem mutatott a kijelzőt. És akkor most nézzük is szerintem a legnehezebbet, ezen a képen valahol el van rejtve egy telefon. Természetesen a te feladatod pedig az lesz, hogy ezt megkeresd, úgyhogy hajrá! És akkor a végére, hogy ne legyetek túlságosan csalódottak, az agyatok lehet, hogy sokszor átvert titeket, és sokszor rosszabb helyzetbe hoz titeket, de lássuk akkor az utolsó képet is. Amint ránéztek, rögtön láthatjátok, hogy a szélein teljesen szét van tördelve ez a kép, egyáltalán nem szabályos a négyzetrács, most viszont nézd kizárólag a közepére a képnek, nem mozogjon el a szemed, csak is a közepét nézd, és idővel a perifériás látásoddal a szemed ki fogja javítani ezeket a részleteket, és egy tökéletes négyzethálós rácsot fogtok kapni. Úgyhogy mit szólsz, végre egyszer legalább meg is javítja a dolgokat a szemed, nem csak elrontja. Úgyhogy ez lett volna a mai videó, srácok, ugye nem feledkeztetek el semmiről. Mármint, hogy végigfigyeltetek és megtaláltátok azt a rejtett üzenetet, amit én direkt elrejtettem nektek egy másodpercre, mert hogyha így volt, akkor most kommentedben meg tudod nekem írni, ugyanis kíváncsi leszek rá, hogy kik voltak a legügyesebbek, legprofibbak, legnagyobb mesterek, amikor optikai illúziókról van szó. Lássuk, megtaláltad az üzenetet, és írd meg nekem kommentben, hogyha igen. Na de ez lett volna a mai videó, srácok, mindenféleképpen csapjatok egy hatalmas lájkot akkor, hogyha élveztétek, mert hogyha úgy látom, hogy sok embert érdekel ez az egész optikai illúziós dolog, akkor mindenképp lesz majd egy folytatása is. Igazából az ezelőtti részt kb. 3-4 éve tettem ki, nem is tudom. Most valahogyan újra kedvem támadt egy ilyet csinálni. Jó, igazából elmondom, a tévében láttam egy olyan filmet, amiben volt egy optikai illúzió, és eszembe jutott, hogy várjunk. Ez egészen lenyűgöző. Úgyhogy csapjátok szét a lájkokat, hogy érdekeltiteket további ilyen folytatás is. Emellett pedig mindenféleképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiből már nem sokára érkezik is a következő, úgyhogy gyertek vissza holnap is. Addig is további szép estét, és sziasztok!